Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 14-én, kedden. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Kremnicki Gézával, a Hungarikum együttes tagjával, akit az a megtiszteltetés ért, hogy a 2021-re halasztott eukarisztikus világkongresszusra készülhetnek egy albummal. Ezt követően természetesen a dalokkal is megismerkedünk, és végezetül pedig egy olyan missziót mutatunk be, ami Acsaszűcs Imre sajátja volt, aki 2019-ben sajnos meghalt, tehát már nincs köztünk, a koronavírus járvány okán most nyílt lehetőség arra, hogy egy emlékkiállítást rendezzenek neki. Tartsanak velünk! Köszöntöm a Paletta magazin nézőit! 2020. szeptember 13-ától 20-áig rendezték volna meg Budapesten a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Nos, a pandémia járvány ezt meghiúsította, így 2021. szeptemberére halasztották, ugyanakkor van ennek a történésnek egy székesfehérvári kötődése is, hiszen Kremnicki Gézát és Mudrics Anettet, tehát a Hungarikum együttest kérték fel arra, hogy készítsen erre a jeles alkalomra egy méltó albumot, ami rövidesen elkészül, erről fogunk beszélgetni. Tisztelettel köszöntelek, szervusz Géza! Szervusz! Annyit azért elmondanék, hogy van kötődésünk, hiszen 1938-ban Szent István születésének ezredik évfordulóján Budapesten volt ez a kongresszus, a televízió nézők már láthatták egy Székesfehérvár annó filmben, hogy Pacelli bíboros rádióbeszédét is bemutattuk ott, a későbbi 12. Pius pápa. Az eukarisztikus kongresszus egy, én azt mondom, hogy nemzedékeken átívelő óriási történet a keresztény egyház életében is kiemelten fontos, mint ahogy az is fontos, hogy megérkezik egy ilyen felkérés. Hogy történt ez? Igen, hát miután mi zenéltünk az Öregkegyi plébánia közösségi termében korábban, egy némely alkalommal, hát adódott a felkérés Tornyai Gábor atya részéről, hogy a mi magunk zeneiségével próbáljuk megragadni ennek az eseménynek a hangulatát. És hát nekünk, mivel elsősorban népdalfeldolgozásokat és Isten és énekeket játszunk, illetve vers megzenésítéseket, saját dalokat, elég színes, széles repertoárunk van ahhoz, hogy annak a zeneiségébe egy ilyen feladat egyszerűen beleférjen, és hát meg tudjuk oldani ezt a keresztények, és hát reményeink szerint profán közönség számára is érdekes lemezanyagot. Ez rendkívül nagy felelősség, hiszen ha az eukarisztia szót elemezzük, akkor tudjuk, hogy Jézus utolsó vacsorán mondott kenyérrel és borral kapcsolatos szavairól szól, illetve az ott elvégzett cselekedeteiről, úrvacsora, és így tovább. Nos, hogy ez mennyire jól sikerült, és utána természetesen majd elmélyülünk a történésekbe. Nézzük meg azt a felvételt, mert volt szerencsénk ott járni nálatok egy próbán, és felvettünk egy dalt. Nézzük meg együtt. Oh,
nagyon szép volt. Kezdjük talán az elején a felkérés. Ugye Tornyai Gáborról tudjuk, toronyatyáról, hogy amit ő a fejébe vesz, azt így vagy úgy, de megvalósítja. Hogy jött a felkérés? Hát eljött 2020, és időnként mi találkozunk, és hát adódott az évforduló kapcsán a feladat. És rögtön vett elő énekeskönyvet, és elkezdtük szerkeszteni eleinte közösen az anyagot, és aztán önállóan folytattuk, időnként megmutattuk neki, megbeszéltük, hogy mi van, ő kért néhány dalt, és hát végül is összeállt egy anyag, amely 23 tracket jelent, tehát 23 kis jelcsomag ez digitálisan, és azon belül több dal, mert kisebb csokrok is vannak ez egy anyagon. Út, és ez rendkívül felelősség ezt megzenésíteni és elmondani. Hogy fogtál hozzá? Honnit jönnek a gondolatok ehhez? Hiszen ennek méltósága van, és ahogy az imént mondtam, felelőssége is. Hát ez hatalmas felelősség, mert hát egyrészt ebben nem szabad kapkodni. Hagyni kell, hogy az anyag az súgja meg, hogy hogyan, milyen formában, milyen sorrendben kerüljen tálalásra. És hát egyfajta időrendet alkotunk meg, és akkor végén van egy 4-5 olyan dal, amely a témával foglalkozik, illetve Szent István dal, Don Bosco, akkor van egy angol szász eredetű fiatalok által nagyon kedvelt dalfeldolgozási is, az Enyém vagy című, és hát végül is a himnuszával, az eucharisztikus kongresszus himnuszával zárul. Melyek voltak az alapvetések, amikor a dallamokat megszülted? Hát az anyag nagy része, jó része, 90% az már meglévő ismert dalok, nem a mi szerzeményeink. Itt most nem akartunk mi nagyon exponálódni, viszont azért van néhány olyan dal, amely saját szerzemény, ami kapcsolódik a témától. Az első dal az egy a cappella, és utána az imént hallott dallal folytatódik, az a második, és aztán szépen épül az előzményekkel, bibliai előzményekkel, hát dalok szintjén, és aztán a születés a kapcsolatos történések, csodatételei, hát a megfeszítetés, és hát az összegzése a dolgoknak, és hát a végén, mint mondtam, van néhány olyan dal, amely kellett, hogy helyet kapjon. Végül is ez így szinte magától nőtt ilyen viszonylag hosszú, még nem tudjuk, hogy hány perces lemezanyaggá nőtt, de nem nagyon tudunk belőle kivenni. Igen, hát itt ez kézenfogva jár, mint ahogy az Anett és a te énekhangod a gitárjátékoddal is. Ez mennyire fontos, hogy ti egy olyan összeszokott páros vagytok, akik, mondtam, tehát az ilyen jellegű méltósággal teli egyházi énekeket is el tudjátok adni, ha úgy tetszik, úgy, hogy azt a hívő és nem hívő ember egyáltalán önmagának érzi, magáénak érzi. Hát egy adott őszinteség, tehát a jelmondatunk is egyébként az, hogy a dalt előadni, nem felhasználni. Tehát nem azért választunk általában ettől az anyagtól függetlenül egy dalt, hogy előadjuk, hogy megmutassuk, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. Mi csak igyekszünk ügyeseknek lenni, de azt a dalt ezt tényleg komolyan gondoljuk, hiszen azért választjuk. És szóval nem szabad, hogy ez őszintétlen legyen a játék. Világos, azt megszokhattuk a ti koncertjeiteken, hogy egyrészt ilyen bizonyos értelemben egyedülálló, másrészt pedig mindig önmagatokat adjátok. Ez fontos, hogy egy bizonyos kereteken belül, de a Hungarikum mindig ugyanolyan legyen? Ha úgy tetszik, Hungarikum legyen? Ez nem követelmény, csak
így történik a dolog, hiszen hogyha valaki kellő alázattal nyúl egy témához, és azt kibontja a legjobb tudása szerint, akkor az nem lehet őszintétlen. Egy ilyen eukarisztikus kongresszus rendkívül felelősség hittel élő emberként, akik egyébként is otthon vagytok a történésekben, miként érzitek ennek a felelősségét, hiszen azért látjuk, hogy ebben a felgyorsult világban a hitnek igenis fontos szerepe van. Igen, hát mindig is fontos szerepe volt, mert hát tulajdonképpen a kötődés miatt lett olyanná a hitünk, mint amilyen, hiszen az embereknek egy kicsit ezt történelmi távlatból nézve akár önzésnek is felfoghatjuk, mert az embernek szüksége volt arra, hogy higgyen. De hát a mai világban ugyanolyan fontos, mint bármikor. Rengeteg ismerősöm van, különböző világnézetű emberek, köztük ateisták, sőt, deisták, akik tagadják Istent. És hát az a tapasztalatom, hogy az embernek erre mindig szüksége volt. Akik nem hisznek, azok is hisznek, abban hisznek, hogy ez így jó, ahogy ők csinálják, és nincs okunk kételkedni abban, hogy ugyanolyan joguk van ezt tenni, mint nekünk. Mit gondolsz, egy ilyen dalfűzér segít abban, hogy a hétköznapokat is adott esetben ünnepként élhessük meg? Hogyne, ez nagyon fontos. Nyilván ott van a munka, most nem csak hétköznap értelemben vett munka, amely hát fontos ahhoz, hogy az embernek a személyisége megszilárduljon. De hát az ünnepek, a megszentelt ünnepek, azok a hétvége a vasárnappal, kinek a szombat, azok együtt adják azt a tartást, amely kell, hogy a hétköznapokban és az ünnepeken egyaránt létezünk. Azt figyeltem meg, hogy Székesfehérváron is egyre több a hittel élő ember, én azt gondolom, hogy és nem csak a templomok látogatottságán múlik ez, hanem a különböző megnyilvánulásokon, és azt hiszem, hogy a Szent István Művelődési Ház az egyik, amely nagyon fontos otthona a keresztény egyházi művészetnek, de ez így jól van. Viszont mennyire lehet kitekinteni, mennyire lehet elvinni ezt a fajta művészetet a fiataloknak is, mert hogy azért valljuk meg, hogy fontos, hogy legyen utánpótlás bizonyos értelemben. Igen. Hát a Szent István Művelődési Ház, mint a keresztény szellemiség otthona természetszerűleg ad teret az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásoknak, lehetőségeknek, rengeteg nívós előadás van, és nem csak a falakon belül kell maradni. Úgy vesszük észre, hogy most a témától függetlenül, az, ahogy mi ketten képviseljük a zenét, a dalfeldolgozást, a dalszerzést, a muzsikát, az a megközelítés, az fülekre talál a fiatalok körében is. Az Anettnak az ilyen csodás éneke, amely lélekből mélyről jövő dolog, szárnyaló, az a fajta zenei kíséret, amit én igyekszem a sok évtizedes tapasztalatok és különböző megélt, átélt stílusok felhasználásával kezdve. Ez az egyszerűség, ez megtalálja a fiatal közönséget, és azt tapasztaltuk. Mondta már azt tetovált piercinges lány is, hogy én nem is tudtam, hogy szerettem a népdalokat. Ez a jövő. Ha az eukarisztikus kongresszusra visszatérünk, te mit vársz ettől a jeles eseménytől? Hiszen ez méltósággal tölti meg a mindennapot. Hát egy szellemi, érzelmi, hitbéli megújulást várok, és hát tulajdonképpen a legnagyobb felekezet azok a katolikus felekezet Magyarországon. Nem kivéve ebből az elvárásból a mi felekezetünket sem, hiszen
mindannyiunknak szüksége van megújulásra. És a, ugye hát egyetlen állandó van a világban ez a változás. És állandóan változunk. Az igazság az egy, a hit is egytől fakad, de figyelnünk kell a társadalmi változásokra az, hogy továbbra is megtartsa a katolicizmus a vezető szerepét. Én ezt mint civil ember mondom. Gondolom. Én is civilként köszönöm meg, hogy megtiszteltél bennünket. Én azt gondolom, hogy ez az album ismét bizonyíték arra, hogy a Hungarikum együttes jó úton jár, és ti is Anettel mindenképpen, és köszönöm szépen minden hívő és nem hívő ember székesfehérvári és nem székesfehérvári nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Ahogy a beszélgetésben már elhangzott, a Hungarikum együttes egy új albummal készül az eukarisztikus kongresszusra. A dalokat a közönség is megismerhette a Szent István Művelődési Házban. Mikor Máriához az Isten angyalod, Názáret városba az égből leszállod, kis szent imádságban. Újabb komoly felkérést kapott a Hungarikum együttes. Mudrich Anett és Kremnicki Géza a Budapesten sorra kerülő eukarisztikus kongresszusra készít egy albumot. A dalokat a közönség is megismerhette a lemezbemutató koncerten, amelynek a Szent István Művelődési Ház adott otthont. Karantén ideje alatt is összejártunk, és igyekeztünk hát átszellemülni a feladathoz. Milyen gondolatokkal, hát mindenképpen Isten dicsőítésére szerettünk volna ezt az albumot létrehozni, szerintem ez az első és legfontosabb gondolatunk. Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, tőn állt még zárt ajtaját, vár a világ, várva rád. Ó, jöjj, ó, jöjj, kicsi, nagyon vegyes lett. Sok népi gyökerű van,
és vannak egészen modern hangvételű dalaink is közöttük, mindegyik egy kicsit ilyen hungarikumos ízzel, Bartókos világgal megfűszerezve. A dalok szerzője Kremnicki Géza olyan, a katolikus egyház legfontosabb történéseit formált a dallamokká az albumon, amelyek az esemény méltóságát is erősítik. Tizenkilenc óta nincs köztünk Acsa Szűcs Imre festőművész emlékkiállításának a Pelikán Galéria adott otthont. Nem szükséges változnom, de hogyha a világ változik, akkor az ember automatikusan követi, mert hogy a jelennek akar valamit közölni, és hogyha jelennek akar mondani valamit, akkor automatikusan változik az, amit az ember csinál. Sokfélét csináltam, voltak olyan dolgaim, amik akkor tűntek igaznak. Napra pontosan egy esztendeje vettünk végső búcsút Acsa Szűcs Imrétől, a magyar képzőművészet egyik kimagasló tehetségű alkotójától. Változatos grafikai és festészeti technikákkal kísérletezett és dolgozott, Szűcs Erzsébet művészettörténészként és testvérként is hitelesen fogalmazta meg azt az alkotói életutat, amely ma már csak műveiben jelenhet meg. Most, hogy a társaságból, a fehérvári műhelyből is egyre többen csinálnak visszatekintő kiállításokat is, Pinke Miklós, akár Jónás Attilával is igyekszem foglalkozni, nagyon fontos a 70-es, 80-as évek Fehérvárja, mikor Újházi Péter a diploma után Székesfehérvárra került, és olyan közösségteremtő dolog volt, amitől kinyílt az akkori itteni 10, inkább 20 évesek szeme. Alkotásain egy spirituális világ rejtett térképét hozta el, amelyben jó kalandozni és jó eltévedni, mondta Péntek Imre egy kiállításának megnyitóján, amivel hitelesen fogalmazta meg azt a különleges világot, amelyet elénk tárt műveiben. Mindig arra kell rájönnünk, hogy egyrészt kell egy személyiség, másrészt kell egy közösség, harmadrészt kell egy komoly művészeti közélet ahhoz, hogy művészek induljanak el Fehérvárról. És hát így egyre többet tekinthettünk vissza a Acsa Szűcs Imre életművénél is ezekre az időkre. A Fiatal Képzőművészek stúdiójának a tagsága, aztán ugye a megalakult Székesfehérvári Művészek Társasága együttese, hogy mit jelentett. Témái között méltó és kiemelt helyet foglalt el a Biblia, rácsodálkozhatunk különleges módon megközelített bibliai témájú képeire, amelyek rendhagyó üzenetet hordoznak. Ilyenkor rájön az ember, hogy a művészekben mindig mennyi előérzet van. Ha arra gondolok, hogy ő a 70-es években a flaska sorozatban csupa pillepalackot használt, ki gondolta akkor, hogy a világ egyik legnagyobb baja a pillepalackokból összeállt szennyező szigetek a tengeren,
de ugyanígy mély dolgok foglalkoztatták, amikor a Bibliával foglalkozott. Acsa Szűcs Imre 30 esztendeje robbant be a művészvilágba, olyan az általánostól a megszokottól eltérő, különleges képi világban kiteljesedő művészt köszönthettünk benne, aki láthatóan lubickolt a folytonosan változott, kihívásokkal terhelt mában is. Ez az egész technika, az egész gondolatsor, hogy egy Bibliát egészen máshogy fogalmazzon meg, mutassa meg a szerkezetét, amiben belevíve az egyes szereplőket, az egyes gondolatokat, az azok közötti kapcsolatokat létrehozza. Úgyhogy ez egy absztrakt művészet legyen, mert hogy egy absztrakt és matematikai, olyan vegyes dolog, amit a Biblia sorozatban 10 éven át megcsinált, és teljesen természetes volt számára, hogy mélyen foglalkoztatták azok a szavak, azok a gondolatok, amikkel hetekig foglalkozott, és egy grafikai vagy képzőművészeti ábra lett belőle. A vernisszázson a Székesfehérvári Művészek Társaságának tagjai és a fehérvári képzőművészet barátok ismét megbizonyosodhattak arról, hogy az alkotó ember örök létű. A tárlat augusztus 7-ig tekinthető meg a Pelikán galériában. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!